A dalmandi focipálya most a legkisebb játékosoké. Egyedül vagy társas módon versenyezve, vagy csak az ügyességüket próbára téve szabadon választhattak és játszhattak egész családok nagyszülőstől unokástól együtt. Mindent szeretnénk kipróbálni, már az összes játékot kipróbáltuk, ezt a népi játékokat is, meg a csúszdát, mindent a gyerekekkel főleg. Kedvenc játékom, hát nem nagyon szerettek nyerni, de megpróbálok. Elmaradhatatlan a főzőverseny ilyenkor. A pörkölt ördögök régi motorosok a főzőcskében. Gyakorlatilag évtizedek óta járunk főzni, mondhatom ezt. Kezdtük Bonyhádon a Tarka Fesztiválon, oda jártunk rendszeresen, utána Dombaváron volt egy Lecsó Fesztivál, azon szerepeltünk, ide faluba pedig 3-4 éve járunk vissza, visszatérő vendégek vagyunk. Mi legfontosabb, hogy barátságokat ápoljuk, ezzel erősítjük családokat, most jönnek a többi barátaink is, a helyezést is értünk el Bonyhádon is, meg Dombaváron is. Gyakorlatilag mi túrógombocot szeretnénk volna készíteni kajszival, de idén nem volt kajszi termés, ugye ezt elengedtük ezt az ilyen ötletünket, és akkor ebből lett egy vörösboros vaddisznó pörkölt. A dalmandi falunapi rendezvény célja, hogy összekovácsolják a közösséget, megmozgassák a gyerekeket, a középkorosztályt és az időseket. Negyedik éve rendeznek Dalmandon falunapot. A szűkös anyagi helyzetünk ellenére is azt gondolom, és az árak emelkedése mellett is a vállalkozóink segítségével, amit nagyon köszönök nekik, képviselőtársaimnak, közmunkás dolgozóknak, hivatali dolgozóknak, hogy mindig összetartunk és egy csapatként dolgozunk, hogy kivitelezhessük, és ne az önkormányzatot terheljük az anyagi kiadásokkal. Olyan fellépőket is hívtak, amelyek minden korosztály számára megfelelők lehetnek, mondta a település polgármestere dr. Stamné Juhász Luca. Lesz egy Kacor Ferinc, akit nagyon szeret mindenki, lesz egy Sanding, aki szintén nagyon nagy rétegeket tud megmozgatni, és jön egy Pál Dénesünk, aki viszont a fiatalokat és a fiatal kategóriát képezi. A gyerekeknek játszóházat szerveztünk, hogy a kicsik is tudják élvezni ezt a mai napot, légvárat és népi játékokat, hogy egy kicsit a logikájukat is és a szellemi tudásukat is tudják fejleszteni. A nap vége felé sztárfellépők is érkeztek. Sandi, Pál Dénes és Kacor Feri szórakoztatta az egybegyűlt közönséget.